Gyújtópont. Megyünk is tovább, következő vendégünk pedig Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy az Egyesült Államok 2500-zal csökkenti katonáinak létszámát Irakban. Ezekről a részletekről kérdezzük tehát Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a 2500 fős létszám, ez az Egyesült Államok iraki jelenlétét tekintve sok vagy kevés? Hát azt mondanám, hogy nem sok, de nem feltétlenül lenne szükséges kivonni. A biztonsági helyzetet, ha alapul veszük, akkor azért közösen mondható az el, hogy Irakban rend van. De már jó ideje jelentős változások történtek az amerikai csapatok iraki jelenlétét, illetve ezzel kapcsolatban feladatait illetően. Hát tudjuk, hogy ez nagyon hosszú időre nyúlik vissza. Tulajdonképpen 2002-ben kezdődött az egész folyamat, még Bush elnökkel, aki egy úgynevezett széles közel-keletet javasolt, és ehhez megfelelő katonai erőket biztosított. Tudjuk, ismeretes Iraknak a megszállása, az amerikai katonák, illetve a nemzetközi koalíció létrejötte, a NATO bevonása ebben a feladatban is, nem csak a NATO, hanem egyéb országok is, kb. 80 ország vett részt az iraki misszióban. Van, aki katonákat küldött, van, aki szponzortevékenységet folytatott, tehát pénzt adott, de hát egy elég széles körű részvétel volt. Aztán utána változott a helyzet, mert hát most alapvetően a feladat az, hogy a iraki rendőrséget, illetve az iraki katonákat képezték ki, ez úgynevezett training mission, ami szintén lejjebb ment, mert az Amerikai Egyesült Államok, mivel már korábban is csökkentette az erőit, most pedig ismételten fogja, tulajdonképpen egy olyan folyamatot indított el, és ez Trump elnöknek a nevéhez kötődik, amelynek során az amerikai katonákat több helyről kivonják. Ennek alapvetően politikai okai vannak, de gazdasági is természetesen, mert meglehetősen sokba kerül. Tudjuk mik azt, a politikai okok egyébként, mert azt gondolná az ember, hogy Trump határozott politikájához hozzátartozik az erődemonstráció is. Hozzátartozik a gazdaság is. Tehát tudjuk azt, hogy a Trump alapvetően egy gazdasági szemléletű ember, és azt is nézi, hogy nagyon fontos a politika, de ez mennyibe kerül nekünk, és megírja vagy nem. Nem Irak volt az az ország, ahol azt mondták, hogy fölösleges ott maradni, el kell jönni, hanem Afganisztán. De Afganisztánból sem tudtak még kivonulni, ugyanakkor napirenden van, hogy ott is létrejönne valami megállapodás a tálibok, illetve az afgán kormány között. Na most Irakban, ha maradunk ennél az országnál, azért lehet látni, hogy hát meglehetősen feszült a helyzet, mert hát kemény ellentét van a szuniták, a Irán által támogatott síták, akik alapvetően az ország déli részén vannak, illetve hát a kurdok, akik nagy csalódást szenvedtek el azáltal, hogy az amerikaiak nem segítették őket abban, hogy mivel részt vettek a kurd peshmerga harcosok az iszlám állam katonai szárnyának a megsemmisítésében, hát nem kapták meg azt, amit ők számítottak. Elsősorban az, hogy hát az önálló államok megteremtési érdekében vesse be befolyását az Amerikai Egyesült Államok. Tehát ők ebből az egész iszlám állam elleni harcból csalódással kerültek ki. Ennek az eredménye, illetve következménye az, hogy ők eléggé visszahúzódtak, emellett pedig hát próbálják saját magukat kormányozni, ennek ellenére, hogy elég jelentős súlyt képeznek az iraki parlamentben, de még sincs meg az a támogatottságuk, akár a többi államalkotó tényező, tehát a síták és a szuniták részéről, amit ők szeretnének. Hát itt például még nagyon sok szunita arabot áttelepítenek a kurdisztáni területről, hogy tisztán kurd területek maradjanak. Hát meg ilyen kis apró dolgok, hogy például a kurdisztáni területen nem használják az iraki zászlót, azt mondják, hogy nem
irakiak vagyunk, hanem kurd zászlót használják, ami hát nem mindenkit tölt el nagy lelkesedésre. Tehát itt ezek a nemzetiségi ellentétek megvannak. Igen, csak nagyon érdekes, hogy elvileg az amerikai békefenntartók nem ezért mentek vissza Irakba, nagyjából 2014 körül, hanem azért, hogy az iszlám államot felszámolják. Végül is ez elméletileg megvalósult. Hát nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is jelentősen felszámolták, tehát nagyon, nagyon sok szemét megöltek az iszlám állam harcosai közül, de végül is az iraki állam nem fogadta nagy lelkesedéssel az amerikaiakat, és történt egy olyan megállapodás, amelynek értelmében azért vannak ott katonai bázisokon, és nem mozognak az országba, és nem folytatnak az amerikaiak harctevékenységet, pedig vannak 6000-en körülbelül, 5-6000 főről beszélünk, hanem az amerikai érdekeket védjék, és különböző amerikai cégeknek a biztonságát próbálják garantálni. Nekik harcolni csak abban az esetben lehet, ha külön felkérést kapnak az iraki kormánytól. Tehát itt elég bonyolult a amerikaiakkal való kapcsolattartás is, és nem olyan simán történik ez, mint annak idején volt, amikor a Saddam Husseint eltávolították a hatalomból. Tehát itt nem olyan baráti kapcsolat. Tulajdonképpen vannak azért elég sokan az irakiak között, akik azt mondják, hogy ez nem volt más, mint Iraknak az elfoglalása. Az iraki olajkincsre az amerikaiak rá akarták tenni a kezüket. Tehát itt olyan kérdések is napirenden forogtak, ami tulajdonképpen, hát mondjuk ki úgy, ahogy van, megszállást jelent, irak-amerikai megszállását jelenti, és ezt nyilván az irakiek nem fogadták nagy lelkesedéssel. És tulajdonképpen azt mondják, hogy az országot szétrombolták. Ennek következtében hát nyilvánvaló óvatosan kell mozogni az amerikaiaknak iraki területen most is, mert esetleg támadás érheti, és szokta is érni őket, tehát meglehetősen kemény rendszabályokat kell fogadatosítani a csapatmozgások esetében. Na, ennek is köszönhető az, hogy Trump, és ebben benne van a politika, döntött úgy, hogy hát, csökkenti az erők létszámát. Kivonni azért nem tudja teljesen, mert hát valóban az iszlám állam maradványai, hát Szíria keleti részén, illetve Irakban, főleg az északi részén, meg ahol korábban is tartózkodtak, próbálnak szervezkedni, próbálnak zsarolással embereket magukhoz láncolni, és hát tulajdonképpen egy csendes újra szerveződés indult meg. Hát ezt persze igyekeznek megakadályozni, nem csak az amerikaiak, hanem ez egyáltalán nem érdekes sem a kurdoknak, sem a araboknak, úgyhogy itt azért vannak ellentétek ezen a területen. Ezért gondolom én azt, hogy nem fognak onnan az amerikaiak teljes mértékben kivonulni. Ebben benne van aztán, ha már a politikai oldalt nézzük, az a téma is, hogy tulajdonképpen közeledik a választás, és a választásokkal kapcsolatban az egy-két dolgot szeretné az amerikai vezetés, nevezetesen Trump most felmutatni, és hát igyekszik minél több szavazatot szerezni. Ebben benne van az, hogy hazahozzuk az amerikai katonákat külföldről, akit csak tudunk. Látjuk azt, hogy Európában is vannak mozgások, németektől is vannak ki erőket, tehát itt tulajdonképpen egy általános tendencia. De ez egy népszerű politikailag? Tehát, hogy az állampolgárok erre azt gondolják, hogy végre hazajönnek a fiaink a külföldi misszióból, vagy azt gondolják, hogy mostantól nagyobb fenyegetettségnek vagyunk kitéve, hiszen nem lesznek a gócpontokon annyian az amerikai katonák? Amennyire szükséges, ez marad. De hogyha ennek a katonai oldalát nézzük, akkor nem szabad elfelejteni, hogy főleg Irak körül a közel-keleten nagyon sok helyen vannak amerikai bázisok. Ezek megtalálhatók a tengeren, megtalálhatók a öbölmenti országokban bőségesen, anyahajók mennek ide-oda komoly fegyverzettel, tehát ha szükség van, akkor bevetik. De ne tartózkodjunk ott, mert ez nagyobb kockázatot jelent, ráadásul költségesebb. Ha még tovább folytatjuk a katonai tényezőknek az elemzését, akkor azt is meg lehet állapítani, hogy ma már olyan gépek vannak, repülőgépek elsősorban, ugye meg olyan haditechnikai eszközök, rakéták állnak rendelkezésre, amelyek az Egyesült Államok területéről tudnak csapást mérni. Tehát ma már
nem feltétlen azon gondolkodik az amerikai katonai vezetés Pentagon részéről, hogy feltétlen telepítsünk katonákat ide-oda-amoda, tartsuk fel óriási összegekért, hanem a szükséges honi területről vessük be. Nyilván ezeket elő kell készíteni, megvan, hogy kiket visznek, hova visznek, honnan visznek, akár Európában is átcsoportosíthatnak, vagy a távol keletről is hozhatnak. Tehát itt azért amerikai bázisokat, ha megnézzük a világban, meglehetősen sok helyen található, és ha éppen valahol ég a ház, tehát szükség van rájuk, akkor át tudják őket csoportosítani. Ez is benne van az egész amerikai gondolkodásban. Tehát változóban van az a szemlélet, ami korábban abból állt, hogy csak katonai bázisokat hozunk létre, és főleg ott, ahol veszélyes. Ne hozzunk létre ott, ahol veszélyes, tudjunk oda menni, tudjunk csapást mérni, és erre megvannak az eszközök. Hogy lehet, hogy egyébként ugye a Közel-Keletet mindig ilyen puskaporos hordóként szokták jellemezni, de hogy most azért komoly mozgások vannak ugye más irányban, Izrael vonatkozásában a Közel-Keleten. Jobb most a helyzet, mint mondjuk volt 10 évvel ezelőtt? Hát azt mondanám, hogy nem sokkal jobb, mert hogyha megnézzük azt, hogy az iszlám állam megalakulásával óriási felfordulás keletkezett ezen a területen, akkor azért ez megfelel a valóságnak. A palesztin-izraeli békefolyamat egyelőre még nem ment előre semmit, mert most itt nem arról van szó, hogy a palesztinokat fogják figyelembe venni, hanem a palesztinokat pontosan mellőzni fogják. Igaz, hogy mondjuk ők azért elég rendesen ellenálltak mindenféle javaslatnak, és semmit nem akartak elfogadni. Hát most kapnak a nyakukba egy új helyzetet, ahol igencsak meg kell nézni, hogy mit tudnak tenni, hiszen hogyha Izrael, illetve néhány arab ország még akkor is, ha kicsi egymással diplomáciai kapcsolatot létesít, beindul a kereskedelem, beindulnak a politikai kapcsolatok, akkor ezt nyilván követi egy lassú, hosszú ideig tartó, de mindenképpen arra mondhatjuk, hogy egy arab-izraeli megbékélési folyamat kérdés az, hogy ehhez kik fognak. De ez egy összarab-izraeli lesz, vagy lesznek olyanok, mint például Irán, akik meg azt mondják, hogy hát köszönik szépen, ebből nem kérnek, igaz, sőt, van. Még elkezdik büntetni azokat is, akik békülnek Izraelre. Nem jól mondtam, Izraelre. Mert azt kellett volna mondanom, hogy a szunita arab-izraeli megbékélés, síta vezetésű Irán és szövetségesei ellen. Ha komolyan akarjuk nézni a dolgokat, akkor ezt kell inkább figyelembe venni, mert egyelőre még arról szó nincs, hogy megbékélés lenne Izrael és Irán, vagy Irán és az Amerikai Egyesült Államok között. Tehát egyelőre még egy Irán ellenes szunita izraeli amerikai szövetség kezd kialakulóban, de ezt nagyon óvatosan mondom, mert ennek a folyamatnak mi csak az elején vagyunk. Hát az Egyesült Arab Emirátussal most aláírják a úgynevezett békeszerződést, vagy megállapodást, amit egyébként nem is kéne, mert nem volt a két ország között háború, de mondjuk diplomáciai kapcsolatok létesítését így felfoghatjuk. Ez mindenképpen pozitív, tehát arra nem lehet azt mondani, hogy ennek nem lesz eredménye, különösen akkor, ha még ehhez kapcsolódni fog majd olyan egyéb ország, mint például Bahrein, nemről szó van, amerikaiaknak szóló szövetsége, vagy Omán, vagy esetleg Szudán. Hát ebben az esetben már azért egy 3-4 új ország veszi fel a diplomáciai kapcsolatokat Izraelben, mindenképpen előrelépés jelent. Hát ott a nagy kérdés persze természetesen Szaúd-Arábia, aki pillanatnyilag ma még azt mondom, hogy haladni se akar erről, mert még pont fordítva nézi a kérdést. Ők azt mondják, hogy először legyen egy izraeli-palesztin megállapodás, és aztán beszélhetünk a másikról, míg a többiek viszont ezt pont fordítva látják, először legyen egy szélesebb arab-izraeli megállapodás, aztán már meglátjuk, mi lesz a palesztinokkal. Lényeg az, hogy a palesztin ügy az úgy kezd elég rendesen háttérbe szorulni. Egyébként Trumpnak az ilyen békefenntartói, illetve rendcsináló politikáját hogyan értékeli ebből az elmúlt ciklusból? Mert megmondom őszintén, én például az elnöksége kezdetén azt hittem, hogy ő ilyen nagyon radikális, nagyon keménykező és militáns politikát fog folytatni. Ehhez képest meg úgy tűnik, mintha a sikereket, amelyeket el kell érni, inkább diplomáciai úton próbálja elérni. Én azt mondanám, hogy igaz ez is, meg igaz az a változat is, amit mindjárt a elnökségbe kerülése során hangoztatott, America First. Tehát legelső Amerika, tegyük rendbe az amerikai gazdaságot, éljenek jó az emberek, vagy jobban, mint korábban. Tehát belpolitika, gazdaság rendbetétele,
Aztán utána rájött most már a vége felé, hogy elég nagy felfordulás van a világban, jó lenne rendet teremteni. Aztán hát van egy titkos vágya neki, a Nobel békedíjja, most megkapta. Na most erre egy nagyon nagy lehetőség lenne az, hogyha a Közel-Keleten valamilyen béke lenne. Tehát most novemberig annak leszünk tanulni, nagyon rövid az idő, hogy különböző kezdeményezések születnek, és hogyha tető alá hozza néhány országgal Izraellel történő megállapodást, akkor hát mindenképpen úgy fog bevonulni ezt a történelembe, hogy legalábbis a Trumpnak a uralkodása idejében, hogy tett valamit, és a szerencséje van, még esetleg megkaphatja a Nobel-díjat is. De ő szerint meg fogja kapni, mert azért ehhez akik... még csatlakozni kell. Hát nézd, ez politikai kérdés. Mert maga az, hogy jelölték most, már második ember is jelölte, az már egészen megtisztelő, nem? Igen, igen, már az is megtisztelő, de hát elképzelhető, hogy elfogadják. Ez nyilván másképp értékelendő, mint egy orvosi Nobel-díj, vagy egy kémiai Nobel-díj, tehát amit egy tudományos felfedezésre társul. Ez egy politikai dolog, vannak olyanok, amiket hát különböző politikusok kapnak. Hát tudjuk, hogy Arafat is kapott, igen. Aztán közben elmondhatjuk azt, hogy milyen tevékenységet folytatott a béke megteremtése érdekében. Tehát ez egy kicsit másképpen értelmezendő, mint az úgynevezett többi Nobel-díj. De hát Trump ezt szeretné megkapni, és most igyekszik ez irányba tevékenykedni, mozgósította a teljes külügyi vezetést, rokonságát, családtagjait, és mindenki ezen dolgozik most. Tehát itt még születhet meglepetés. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy említettem, mert itt meghatározó az, hogy hogyan fog lépni Szaúd-Arábia. Hát ki tudja, hogy van ennyi pénz, amiért megteszik esetleg azt, hogy ők is elismerik Izraelt, mert attól kezdve viszont egy jelentős változás történne a szunita arabok, illetve Izrael kapcsolatában, és tulajdonképpen megindulna egy közel-keleti béke folyamat, ami most még úgy néz ki, hogy Irán ellen van, de mindenképpen csak a békét szolgálja, akárhogy is, és akármilyen irányból nézzük ezt a kérdést. Ezt viszont azt kell mondani, hogy jól kezeli a Trump, tehát én úgy gondolom, hogy ezzel azért Amerikában is sikereket tudna beszedni saját magának. Kis Benedek József, köszönöm.